Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 20-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre megadja a választ, ez a felső kártya. Ez a kard a levegő elemét mutatja, azt is, hogy neki kell a szabadság érzete, és kell a könnyűség. A kardok nem csak erre a könnyűségre utalnak, hanem a kommunikációra is. Ő indít egy új utat, és beszél valakivel, mégpedig azt közli, ami számára fontos, erre utal az egyes szám. Nem hagyja, hogy mások befolyásolják az ő jelenlegi döntéseit. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Ez a férfi itt mutatja a hatalmat, a biztonság érzetét, azt is, hogy tudja azt, hogy mit akar, meg tudja valósítani a terveit, van befolyása. Az lehet, hogy ő most ilyen magabiztosnak érzi magát, tudja, hogy mit akar, be tudja folyásolni az eseményeket, fontos döntéseket hoz. Viszont előfordulhat az is, hogy keres kapcsolatokat. Ennél a képnél úgy mondanám, hogy ez egy férfi, akinek befolyása van, és segíteni tud neki. Az is lehet, ha ő még nős, hogy itt válásra kerül a sor, ezt a döntést meghozta, és most beszél egy ügyvéddel. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba, mit közöl veletek, erre megadja a választ ez a kép. A válasz pedig az, semmit nem tesz, hanem visszahúzódó. A kelyhek itt mutatják az ő érzelmeit. Tehát ő szeret titeket, de a háttérben marad, és ahogy a kép itt a tükörben mutatja is az arcát, figyel benneteket. És ti ezt nem veszitek észre. És hogy lát benneteket? Nagyon tisztán. Ez egy tiszta szerelem, vagy tisztázni szeretné az érzéseket, az is lehet, hogy ahogy ő most rátok néz, az a véleménye, hogy nektek megvan ez a kisugárzásotok, ez a tisztaság, és ő ápoltnak tekint benneteket. A hetes szám ezen a kártyán a hold energiájával áll kapcsolatban, mint ahogy a napi kártya is mutatja, itt láthatjuk a holdat. Ez a hold energiája inkább visszahúzódó, várakozó, mint ahogy itt látjuk a képen is, és mutat arra, hogy neki vannak álmai, vágyai, tervei, reményei veletek kapcsolatban, figyel titeket, de nem közöl jelen pillanatban semmit. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy nálam egy jóslást kérjetek, a díjam 3500 forint, az előny pedig, hogy ez egy személyes jóslás, egy videófelvétel név nélkül. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!